Hölgyeim és uraim, akusztik az M2 Petőfi TV-n. Színpadon a Táncház mozgalom óta az egész világot bejáró, a hagyományos magyar folkzene első számú közvetítője, a Muzsikás Együttes. Ez a régi muzsikás dal új időszerűvé vált, már csak abból is, hogy itt most mindenki maszkban van, csak mi kaptunk fölmentést a koncert időszaka, de reméljük, hogy azért ez az meg fog változni, ha most nem úgy van, mint régen. Amivel folytatjuk, Békási Muzsika.
dunántúli dallamokat játszunk. Először Hosszú Furuján, utána pedig úgy, ahogy a bogyiszlói zenészettől tanultuk. Azt érdemes még elmondani ezekről a dallamokról, hogy közismertek, de kevesen tudják, hogy a legrégebbi magyar dallamok közé tartozik, tudósok szerint több mint 1000, talán 2000 éve is, hogy velünk élnek. Thank you.
szerelmes dalok következnek, természetesen aki énekli Kacsó hanga, a nagyon fiatalon már föltűnt énekesnő. Szomorú szerelmes dalok következnek, hiszen a legtöbb ilyen magyar szerelmes dalnak szomorú. És ott van a Röpői madár, az a zeneszám, amit talán az egész világon a legtöbben dolgoztak föl. Csíkmenassági dal, fogadjuk szeretettel Kacsó hangát. Fekete gyász az életem, jaj, hogy el nem cserélhetem. Megyek az úton lefelé, senki sem mondja, gyere. Senki sem mondja, gyere bí. S egyedül lakom egy házba, titkos bánat szobájában. Egyedül lakom egy házba, búbánatnak szobájában. S elmenni les, itt hagyná le, szíved értem nem fájna, yeah. Elmenni les, itt hagyná le, kedvemre termett virágom, mutattad, hogy mind szerettél engem jobban mindenkinél. S adjon Isten mindennek jó, mert az enyém csak bánat volt. Jót kívánok a világnak, mindenkinek jót magának. S jót kívánok a világnak, mindenkinek jót magának. Repülj, madár, repülj,
Keleti Kárpátokban élő gyimesi csángó magyarok között mai nap még szól ez a régies zene, amiben most folytatjuk ezt a hangversenyt. Itt a hegedűt ez az egyetlen hangszer a gardon kíséri. Thank you.
moldvai balada következik, a meggyilkolt, a juhaiért megölt hegyi pásztor balladája, szép fehér pakulár balladája. See.
Amikor fiatalkorunkban zenélni kezdtünk, kerestük a mestereket, és találtunk néhányat Erdélyben. Talán az egyik legemlékezetesebb találkozása magyar palotkai zenészekkel volt. Porteleki László oda is költözött egy időre, hogy együtt muzsikálhasson, és még egy szabad zenélés következik az ő stílusukban. Thank you.
moldvai tánczene, Gergely tánc, öves tánc következik. Búcsúzzaul pedig Kalotaszegi muzsika
hallatszik, mennyasszony kísérés, utána pedig tánczene.